Üdvözlöm Önöket, Kis Domonkos Márk vagyok, színművész. Ebben a filmben az lesz a feladatom, hogy elkalauzoljam Önöket Vác megújult belvárosába, és elmeséljem, hogy milyen volt és milyen lett a város központja. A jelzőkkel és érzésekkel nem fogunk fukarkodni, hiszen akik ebben a filmben szerepelnek és megszólalnak, ezer szállal kötődnek Váchoz, mint ahogyan én is. Kis Domonkos Márk, színművész. 2009-ben végzett a Színház és Filmművészet Egyetem Operett Musical szakán. A Miskolci Nemzeti Színház Társulatának tagja. Nagyon szerettem kijárni mindig a főtérre és a főutcára, egy-egy verset megtanulni, egy-egy színdarabnak a szövegét átnézni, átlapozni, olvasni. Évszaktól függetlenül tavasszal, télen, nyáron és ősszel állandóan. Úgyhogy minden egyes padhoz fűz engem egy-egy verssor, egy versszak, vagy egy színdarab. És most már ez a film is ide fűz, amely a Vác főutca főtérprogram 2/1-es ütemének munkálatairól szól. A projekt az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre. Stábunk nyomon követte a változásokat. Filmünket pedig kezdjük ott, ahol egy Vácról szóló filmet kezdeni lehet. Ebbe a kisvárosba érdemes másnak is ellátogatni, sőt érdemes volt annak idején Gézának is ide látogatni, mert talán kevesen tudják, de ez a kisváros, ahol most vagyunk, ez egy Vác nevű remetéről kapta a nevét. Víg Mihály, a Váci Városimás Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, a Váci térségi televízió vezetője, a Váci Hírnök felelős szerkesztője, a városi rendezvények egyik főszervezője. Amikor Géza ide látogatott, egyedül az akkori mocsaras vidéken Vác remetét találta, és talán nem is gondolta, hogy egyszer ezen a helyütt olimpiai bajnokok, Kossuth díjasok, püspökök, és sorolhatnám hosszan a sort, vagy épp festőművészek, művészek koptatják majd a megszépült belvárosnak a macskaköveit. Hogy kikről van szó, hamarosan megmutatjuk, de most tekintsünk vissza a múltba. Ehhez ennél jobb helyszínt nem is találhatnánk, hiszen itt járunk a város történelmi központjában, a megújult fő utca bejáratánál, mögöttünk a megszépült főtérrel. Mindig jeles és fontos helye volt a városunknak. A környezete, a Dunánk, a csodálatos Nászája háttérben mindig alkalmassá tette ezt a területet az emberi életre, és hát mint látjuk mai napig. Jeles helye országunknak. Cservenák Péter, lokálpatrióta, aki mindent gyűjt, kutat, ami Váccal kapcsolatos. Magángyűjteményében egyedülálló módon több ezer képes tap található Váccal. Kiállít, ismertet, tanít. És milyen volt a főtér és az utcák még emlékezeteid és tanulmányaid tengerében, hogyha kutakodunk? Hát a városunk, hogyha tényleg a várost említjük, akkor több mint valószínű, hogy ahogy említettem, a honfoglalás előtti korban már több kisebb lakott részből állt, és ez a szerkezet, ami a mai belvárost jellemzi, ez tulajdonképpen már akkor kialakult. Tehát ez az utca már, amit ma Széchenyi utcának hívunk, az korábban Sáros, vagy egyesek szerint Záros utca nevet viselt, ugyanúgy vezetett le a Révhez egy út, ez fontos része volt a városnak egyik megélhetési jövedelme, bevétele volt a révátkelés. Aztán a többi utca mind-mind ezeken a középkorban kiépült utcákon és a különböző korokban elpusztult, majd újraépített épült épületek határozzák meg. A megújult Váci főteret 6 évvel ezelőtt adták át. Az ország egyetlen háromszögletű terének hangulatát a barokk épületek koszorúja határozza meg. Az azonban már a főtéri rekonstrukció első pillanatában biztossá vált, hogy a városnak a teljes megújulás miatt nem csak a főtérre, hanem a környező utcákra is figyelnie kell. Amikor az első ütem befejeződött, akkor az uniós elvárások szerint kötelezték, az volt a befejező akkordja ennek az első ütem megvalósításának, hogy a tovább lépésről gondolkodik a
a pályázó. És a tovább lépésről való gondolkodás volt egy tervpályázat, amin táj- és kertépítészek és építészirodák egyaránt indultak. És ebbe a pályázatba nyert a mi pályaművünk. Ijjé Zsuzsanna, tervező, táj- és kertépítész. Több mint egy évtizede dolgozik Váci fejlesztésekben. Vác szerelmese és népszerűsítője. Korábban ez a megújult főtér egy kicsit csupaszon volt, önmagában volt, így a teljes korábbi történelmi belváros, az úgynevezett Szilva mag, már egy új arculatban tud megjelenni, és ki tudjuk hangsúlyozni azokat a történelmi értékeinket, amik például ez a barokk főtér és az ehhez kapcsolódó utcák. Pető Tibor, Vác alpolgármestere, olimpikon, kétszeres evezős világbajnok. 2001-ben Pro Urbe díjjal értékelték sportsikereit. A Pagony Kert és Tájépítész Iroda 2006-ban kezdte el kidolgozni a terveket. Ijjé Zsuzsanna mellett 28 tervező és mérnök dolgozott a folyamatosan alakuló terveken. A szakmai előkészítésben és lebonyolításban a város a Pro Régió fejlesztési ügynökséggel dolgozott együtt. Hát nagyon sok előkészületi munkálatokkal járt ez a projekt, hiszen itt nem csak magát a pályázati anyagot kell elkészíteni, hanem a terveket, itt pénzügyi számításokat kell végezni, biztosítani kell a pályázati önrészeket, és hát az egésznek a közbeszereztetése és menedzselése az egy nagyon komoly koordinatív feladatokat ró az önkormányzatra. Pördös Attila, Vác polgármestere. A Dunakanyar több célú önkormányzati kistérségi társulás elnöke. Hitvallása szerint jól irányítani csak jó csapattal lehet. A legfontosabb azt tudni erről a programról, hogy az első ütemben átalakított és megújított március 15-ét teret kapcsolja be a város történeti kelet-nyugati tengelyébe. Kicsit túlnyúlik a történeti városfalnak a város szerkezet határain. Ez azt jelenti, hogy a vasútállomás irányába a Csányi körútig megy el jelenleg. Ugye a régi város szövet az valahol ott a Csemege áruház magasságába ért véget. A másik oldalon pedig lefut a Dunapartig az Eszterházi utcán keresztül, és hát így tulajdonképpen az egyik legforgalmasabb tengelyét próbálja megújítani. Ehhez néhány ilyen mellék út is tartozik, mint például a Postaparkig futó Görgei út és a mélygarázs kapuzataihoz, kapuépületeihez futó két köz csatlakozik még. Ebből érzékelhető, hogy alapvetően a új gyalogos tengelye fog kiépülni Vácnak. Most ugye a március 15-et ér a gyalogos közlekedési központja, és ehhez rendel egy olyan irányt, ami a legjobban használt ma is Vácot. Több alapvető célunk volt a revitalizáción kívül. Filip Frigyes, 20 éve Vác főépítésze. 2001-ben az év főépítészévé választották. A hagyományokra épülő innováció elkötelezett híve. Jelentős régészeti kutatások előzték meg ezeket a munkákat, régi dokumentumok föltárása és egyebek. Másrészt nagyon fontos volt az illeszkedés, hogy Vác történelmi belvárosához ezek a köztér megújítások jól illeszkedjenek. És harmadrészt pedig nagyon fontos, hogy a föld alatt legyen rend. Tehát az a műszaki infrastruktúra, ami a föld alatt hosszú-hosszú éveken elkorrodált szinte már, ez teljes megújítást kapott ezeken a területeken. Vagyis először a földben kellett rendet rakni. Látni kellett, hogy a mély milyen kincseket rejt.
Vác büszke múltja garancia volt arra, hogy a régészek nem fognak unatkozni a feltárások közben. Az építkezések során előre látható volt, tudható volt, hogy a 60-i kapu, az egyik középkori városkapu érintve lesz a földmunkák során. Mivel az elődök, a korábbi kollégák már tisztázták legalább az elhelyezkedését, így egyértelmű volt, hogy itt megelőző régészeti feltárásra van szükség, ezt kellett nekem Vácon dolgozó középkoros régészként elvégeznem. Batizi Zoltán, a Váci Tragor Ignác Múzeum középkor kutató régésze. A 60-i kapu feltárása élete legnagyobb kihívásai közé tartozott. A teljes feltárás az egyik legösszetettebb és legérdekesebb feladata volt. Ahogy várták, a 60-i kaput meg is találták a régészek. A város örült, hiszen jól emlékezett arra, hogy az 1994-ben a főtéren található Domonkos templom rekonstrukciója során a feltárt kripták és az abban lévő múmiák hogyan hozták el a világsajtó kameráit és a hírnevet. Ezek tulajdonképpen teljesen egyedülálló leletek. Forró Katalin, a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója. Több mint 20 éve dolgozik történészként a városban. A váci múmiák szakavatott ismerője. A kripta miután elfalaszták a lejáratát, egy olyan sajátos mikroklimát jelentett, hogy az oda betemetettek nem indultak oszlásnak, hanem természetes módon mumifikálódtak. És maga ez már önmagában egy különlegesség, de különlegesség az is, hogy az oda betemetett tetemek közül 166-ot pontosan név szerint lehetett azonosítani, családokat lehetett összeállítani, és ez lehetőséget adott olyan kutatásokra, amelyek a 18. századról adnak felvilágosítást. Volt-e felvonóhíd? Maga a kapu belseje hogy nézett ki? Volt benne külön elkülönített gyalogút, és volt mellette a szekereknek való bejárat, vagy külön egyetlen boltozott tér volt az egész bejárat. Ilyen kérdések voltak, amikre szerencsére sikerült választ kapni. Most azon az utcán járunk, ahol pár hónappal ezelőtt egy gombos tűt sem lehetett volna leejteni anélkül, hogy az ne egy csákányra vagy egy lapátra essen. A régészeti munkák befejezése után, illetve azzal párhuzamosan mindenhol kicserélték a közműveket, felújították az ivóvíz és a szennyvíz csatornákat, később kiépítették az új vízelvezetőket és föld alá helyezték az elektromos vezetékeket. Helyére kerültek a kábel-tévé, a villany és a telefonhálózat kábelei, így október második hetében már az utcák térkövezését is megkezdték. Az utcák minden igényt kielégítő burkolatot kaptak, a közvilágítás pedig ma már új kandeláberek és a házfalakra szerelt falikarok biztosítják. Kerestük azokat a hagyományokat, előképeket, értékeket, amit fel lehetett használni, és nem, tehát tulajdonképpen a köztér alapépítményeiben nem volt célunk az, hogy valamilyen nagyon kontrasztosat, nagyon nem illeszkedőt tervezünk, hanem pontosan egy alkalmazkodó formavilágot kerestünk. És ezt meg is találták a tervezők. Az Eszterházy utca teljes egészében, a Katona Lajos utca és a Liszt Ferenc sétány részben, a Széchenyi utca a Dr. Csányi László körútig, a Görgei utca pedig a Posta parkig újult meg. A Széchenyi utcához kapcsolódó testvérvárosi és diák köz új külsőt kapott. A fürdősöröző visszanyerte eredeti, századfordulós külsejét, és közben a teljes körű belső felújítását is elvégezték. A kivágott fák helyett újakat telepítettek, és a virágágyások is a helyükre kerültek. A teljes projekt összköltsége nettó 925 millió forint volt, amiből az Európai Unió 680 millió, míg Vác önkormányzata 245 millió forintot biztosított. A pályázatnak olyan feltételrendszere volt, amelyben a beruházási területnek csak egy részét finanszírozták, egy részét viszont nekünk kellett vállalni.
Ezek a nem támogatott elemek ugyanúgy kivitelezésre kerülnek, és a projekt részét képezi. Abban az esetben, hogyha a város nem vállalta volna ezt be, akkor a támogatási összeget nem kaptuk volna be, így hát be kellett nyúlni a pénztárcába, és ezekre is forrást kellett találni. Mindig drukkoltam, hogy sikerüljenek a szép tervek. Most is úgy vagyok, hogy ha a Dunapartra visszazutam, vagy akár a Széchenyi utca felé megyek, nagyon-nagyon izgulok, hogy sikerüljön minden szép terv. Dr. Bár Miklós, 9 éve Vác megyés püspöke. Jelmondata? Rendületlenül a hitben. 2011 óta Vác díszpolgára. Amikor ott kövezik az utcát, az olyan, mintha azt én kapnám ajándékba. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy észrevegyük, értékeljük és örüljünk annak, amit elérünk. Ha azt mondom neked, hogy Vác, akkor mi az a pár hang vagy akkord, amit leütnél a zongorán elsőre? Hát nem is tudom, hát A és C van, azt lehet kombinálni elég sok módon, de a V-t azt sehol se találom. Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt-díjas zongoraművész. A világ hangversenytermeinek egyik legkedveltebb művésze. 1996 óta Vác díszpolgára. Bogányi Gergely Vác szerelmese. Egyike azoknak, akik innen indultak és a Dunakanyarban maradtak. Ismertséget és elismertséget szereztek a világban, de a hétköznapok ide kötik őket. Rengeteg helyre jár az ember, és mindenhol van szép, mindenhol van jó, de nem ennyi. Vác az különleges. Ha kapnál egy felkérést, hogy írjál Vácról egy művet, akkor mi lenne a témája, mi az, ami téged megihletne? Hát lehet, hogy bajba lennék, mert olyan sok szépsége van a városnak, nem csak hely szempontjából, tér, Dunapart, stb., hanem kifejezetten a lelkülete az, ami talán, mivel püspöki székhely, és mert annyira sok szép templom van a belvárosban is, egyszerűen rányomja a bélyegét a városra. A zongoraművész gondolatai úgy szólnak, mint ezek a hangok a Váci Szimfonikus Zenekar koncertjén. Lélekből és tisztán. Látják a karmestert? Farkas Pálnak hívják, akivel a zenekar nem egy városban megfordult már. De legyen bármennyi város a világon, a Váci Zeneiskola nagytermében csak egy valamiről lehet elhivatottan beszélni. Farkas Pál, 18 éve a Váci Szimfonikus Zenekar vezetője, karmestere. Irányítása alatt a zenekar első kategóriás együttes lett. 2010 óta Vác díszpolgára. Úgy gondolom, hiszen egy városnak nem elég az, hogy patinás és régi emlékei vannak, ugyanúgy fejlődnie kell és meg kell újulnia. Ez a város épp ebben a pillanatát, ezt a pillanatát éli, és ha jó irányba mozdul, és úgy tűnik, hogy jó irányba, akkor minden rendben van, hiszen a világviszonylatban is a városokat úgy alakítják ki, hogy élhető legyen. Rudolf Pétert senkinek sem kell bemutatni. Ő is a Naszály tövében töltötte a gyermekkorát. Vagyis lehet, hogy ez egy másik színpad, de a beszélgetés apropója ugyanaz. Nagyon, 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 nagyon szép lett. Tehát amikor ez a nagyon, tényleg nagyon nagy megtiszteltetésért, hogy a díszpolgári címet átvehettem, igazán akkor jártam be a várost, és akkor csodálkoztam rá arra, hogy mekkorát fejlesztettek azon a placon. Rudolf Péter, az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb színésze. Jászai Mari díjas színművész, 2009 óta Vác díszpolgára. Mit gondolsz, hogy a megújult főtér és főutca mennyiben fogja emelni Vácnak a népszerűségét?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Hát az embernek jól esik. Ezt nem tudod, amikor végigmegy egy utcán, vagy belépsz egy lakásba, hát mikor te építetted, és nem szereltél föl egy csillárt, nem szereltél föl egy csillárt, megszokod, hogy nincs felszerelve, de itt valahol hátul zavar. Ugyanígy okoz örömöt, amikor egyszer csak minden rendben van. Amikor akárhova nézel, oda jó nézni. Hihetetlen, hogy ennyit fejlődik ez a város. Tehát nekem nagyon tetszik az, hogy ilyen stílusosan szépen megcsinálják, és a váciak biztos nagyon fognak neki örülni. Nekem is jó lesz, amikor majd úszom, úgy körülbelül a Duna közepén leszek, és majd látom itt a felújított térséget és mindent. És hát mindenképpen ebben nagy dolog az, hogy esztétikus, szép, és az embereknek a lelkét emeli. Sirilla Györgynek, a Nemzet rozmárjának különös elfoglaltságai vannak télvíz idején. Sirilla György, a Nemzet rozmárja. Úszó, hosszú távfutó, az egészséges életmód nagykövete. 2012-ben Vácon 15. alkalommal úszta át a Jeges-Dunát. Az egészséges életmód avatott nagykövete most épp a fagypont közeli vizet teszteli. Így tesz minden reggel, de sietve jelzem, hogy a Dunát másra is szokásám használni, nem csak jéghideg fürdőzésre. Gyulai Zsolt például arra használta, hogy olimpiai aranyat és soha el nem múló dicsőséget szerezzen a városnak. Gyulai Zsolt, kétszeres olimpiai, többszörös világbajnok kajakos. Pályafutását a Váci hajónál kezdte 1976-ban. A Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. Mennyit változott a helyszín, a Dunakorzó, ahonnan a karriered elindult? Hát az emlékeimben azért ez ugyanúgy él. Nyilván itt a felújítások kapcsán, illetve lefelé ott nagyon-nagyon sokat változott, hiszen ott azért olyan nagyon dzsumbujos volt, mert mi mindig itt futottunk el, ugye jöttünk a csónakházból, itt a börtön mellett elfutottunk, és itt végig a korzón, és a ligetbe jártunk futni ilyen köröket, és mindig arra emlékszem, hogy hát arra azért olyan nagyon csalintos volt, de az az igazság, hogy arra most gyönyörű, és amikor szoktunk Vácra jönni, akkor ott szoktunk sétálni, vagy itt a játszótéren a gyerekekkel, uh-huh. és büszkén mutatom itt a kompot, és a környékét, és a korzót, nagyon klassz. Szabó Dóra, szépségkirálynő, a város mosolya. Gyermekkora óta táncol és 10 éve modellkedik. 2011-ben elnyerte a Miss Earth Hungary címet. Ugye megértéssel fogadják, ha nem magyarázom meg a kérdésemet, illetve azt sem, hogy miért épp neki tettem fel. Mit gondolsz a szépségről? Azt gondolom, hogy a szépség az nem csak a külsőségeken múlik, hanem aki igazán szép, annak van valami belső kisugárzása. És ami még nagyon fontos, hogy mindig újra és újra meg kell újulni. És azt gondolom, hogy Vác főtere és Sétáló utca is pontosan ugyanígy újul és újult meg, ami egy nagyon jó dolog. Azt üzenem mindenkinek, aki ide szeretne látogatni, hogy minél előbb tegye meg ezt, hiszen itt van, Vác szívében vagyunk, ez egy gyönyörű város, egy gyönyörű főtérrel és most már gyönyörű Sétáló utcával mindenképp látniuk kell. Ez az üzenet tökéletesen foglalta össze, hogy Vácnak miért volt fontos, hogy impozáns főtere után apró utcái is megújuljanak. A helyiek és a turisták igényes és színvonalas köztereket kaptak, ahol jó élni, ahol jó lakni, ahová érdemes ellátogatni. Ugye a városfejlesztés első ütemében megújult a város főtere, amelyet már a lakosság nagy megelégedésével használ, és folyamatosan azt gondolom, hogy új és új funkciók kerülnek ide a főtérre. Most például ez a karácsonyi vásár egy komoly sikernek örvend, és ennek egy következő üteme az, hogy a környező utcák ezen projekt keretében megújulhatnak. Én azt gondolom, hogy ennek talán a legfontosabb üzenete része az az, hogy a két
két leghangsúlyosabb értékét a városnak, a Dunapartot és a történelmi belváros kapcsolatát erősíteni tudjuk. A Dunaparttól az Eszterházy utca új kereskedelmi közterekben elrejtett kereskedelmi, illetve kulturális lehetőségeitől várom azt, hogy nagyon sokat fog változni a Révre levezető terek, utcák használata. Ugye galériák már korábban, már a gondolat idején is megjelentek ebben az utcában, ezek azóta is sokasodnak, egyfajta kulturális szórakozó tengelyé kezd válni, amihez nagyon jól fog rímelni az a burkolati rendszer, azok a kis teraszok, amiket kap ez az út, ez az útszakasz. Nekem egy fokozott igénybevételt jelent, de nagy boldogsággal teszem, hiszen a végeredményt már látom lelki szemeimmel, egy megújult főtér mellett a megújult főutca is Vác városának egy olyan esztétikai élményt fog jelenteni, amely nem csak az itt lakók számára lesz vonzó, hanem az ide érkezők is. Egész folyamat igazából arról szól, hogy sajnálatos módon a történelmi időkben kiüresedtek a történelmi települések központjai, a belvárosok. A szélek beépülésével, lakótelepekkel, bevásárló központokkal, és ez a revitalizációs program élettel való újra megtöltési programot jelent. Személyes élményem, valahányszor a főtéren járok, hogy egyre több embert látok megállni, beszélgetni, kisgyerekes családokat, idősebbeket, nyugdíjasokat, és én magam is örömmel fedezem fel az ismerős arcokat, és az a tény, hogy ott örömmel vagyunk, hogy ott megállunk, hogy időt szánunk egymással. Én azt hiszem, hogy ez a közösségépítésnek egy nagyszerű lehetősége. A püspök úr remek végszót adott. Rám pedig már csak az a feladat vár, hogy elbúcsúzzam. Teszem mindezt úgy, hogy bízom benne, hamarosan önök is ellátogatnak majd ide, a Dunakanyar fővárosába, és velünk együtt örülnek majd annak, hogy Vác remete annak idején táborhelyt vert itt, Magyarország egyik legszebb pontján. Viszontlátásra!